A karitatív koncertsorozatot a hegedűművész 2018-ban Marosvásárhelyről indította útjára. Jelenleg Szerbiában lép fel, több vajdasági településre látogat. Elsőként Szabadkán játszott a Szent György templomban. Nagyon örülök és igazán boldog vagyok, hogy a 100 templomi jótékonysági koncert sorozatunk 65. állomását itt rendezhettük meg Szabadkán, ebben a gyönyörű szép katolikus templomban. Immáron második alkalommal indítottam útjára a 100 templomi jótékonysági koncert sorozatunkat, elsősorban azért, hogy segítsünk a rászoruló magyar embertársainkon. A vajdasági körút során összegyűlt adományokkal a CMH irodát fogják támogatni, amely a tanyagondnoki rendszer működéséért felel. A 700 gondozottja van ennek a rendszernek, akit heti rendszerességgel látogatnak meg a tanyagondnokok. Olyan emberek, akik tanyákon, peremvidéken, elhagyatott utcákban, kis falukban élnek az egész vajdaságban. Elég nagy szükségük van minden jellegű támogatásra. Mága Zoltán Szerbiában 10 nap alatt 20 helyen lép fel. A művészt a Budapest Gypsy Band kíséri.